ilyen hagyományos könyvajánló, most jövök rá, hogy nagyon régen volt. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyveket fogok ajánlani, amik segítenek kicsit ráhangolódni az iskolára. Ez a videó jó későn fog kimenni ahhoz képest, ahogy én ezt ki akartam rakni, ugyanis valamikor még a csatorna első évében volt már egy ilyen hangolódás az iskolára című videóm, és valamikor tavaly összeírtam, elkezdtem összeírni könyveket egy második körre, hogy azt majd idén iskola kezdés előtt kirakom. Na most ez annyira nem jött össze, mert elfelejtettem. Úgyhogy egy picit meg később fog ez a videó kimenni, úgy kb. Szeptember közepe lesz, mire ez kimegy, de akkor még talán annyira nagyon későn nem lesz, tehát ott még lehet hangolódni iskolára. Úgyhogy összeszedtem a mai napra 5 darab olyan könyvet, ami erre az iskola hangolódásra jó lehet. A legelső egy olyan könyv, amit nem tudok jelenleg felmutatni, mert én hangos könyvben hallgattam ki, és egyelőre még nem elérhető magyar nyelven, ez pedig Alice Osmantól a Loveless. Ez a könyv egy lányt követ, aki elkerül egyetemre, emiatt illik bele a témába, ugyanis az egész egyetemen történik, annyira maga az egyetem nem a legszorosabb kapcsolódási pont, tehát nem arról szól, hogy milyen az egyetem, hanem ez arról szól, hogy ő elkerül egyetemre, és itt felfedezi, hogy nem egészen normális a szexuális irányultsága, ugyanis a főszereplőnk. Nem tudom, ez mennyire spoiler, de tekintve, hogy rajta van olyan a címke is, meg ilyenek, tehát ez a könyv egy aszexuális lányról szól. Nyilván az egyetemi élet ugye benne van ebben, kap egy szobatársat is, nagyon jó baráti kapcsolatok vannak benne, és Alice Osman könyveiből szinte bármi csak jó lehet. Én eddig, amit olvasom, az csak jó volt nekem, úgyhogy mindenki másnak is csak jó lehet szerintem. Legalábbis Alice Osman nagyon jó kapcsolatokat tud írni. Mindenféle kapcsolatra értem ezt most, úgyhogy Loveless, csodálatos könyv, úgyhogy olvassátok, hogyha szeretnétek egy csodálatos könyvet olvasni. A következő könyvünk legyen Jessica Townsend-től a Nevermore sorozat, csak befénylik. Azaz, ez az első rész, ami most nálam van, ennek már 3 része van kint a Kolibri kiadónál, ez a Morrigan Crow 4 próbája. A Nevermore az egy ilyen, nem szeretek egyes könyveket más könyvekhez hasonlítani, úgyhogy a hangulatra gondolok. Hangulatban nekem olyan, mint a Harry Potter. Nem elemekben, hangulatban. Maradjunk ennél, tehát, hogy max hangulatban hasonlítok könyveket. A lényeg az, hogy itt egy kislányt követünk, Morrigan Crow-t, aki elkerül ebbe a bizonyos Nevermore-ba. Az, hogy az egy másik történet. A lényeg az, hogy ő itt Nevermore-ban megpróbál felvételizni a csodálatos társasághoz, ami szintén egy iskola, ilyen kivételes tehetséggel rendelkező emberek számára. Annyira maga az iskola ebben az első részben nincs benne, és a legmagasabb polcon van a másik két rész, de utána jobban benne van az iskola is, és hát nyilván az iskola olyan szinten benne van, hogy versenyzik, azért felvételizik gyakorlatilag ebbe az iskolába, ebben a kötetben, úgyhogy ez is elősegíti az ember hangolódását az iskolára. És ez egy nagyon jó gyerekkönyv sorozat, úgyhogy most a harmadik rész nemrég kijött, és nagyon imádtam. Az volt eddig a legjobb rész a sorozatban, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom ezt is. A következő könyvet már nagyon sokat mutogattam ezen a csatornán, ez pedig nem más, mint Rainbow Rowell-től a Fangirl. A Fangirl a 2019-es évben egyik nagy kedvence volt, és azért volt nagyon jó, mert én ugye abban az évben kezdtem az egyetemet, ugyanis itt is szintén a főszereplőnk egyetemre megy, és a Loveless-el ellentétben itt konkrétanabban arról szól az egész történet, hogy a főszereplőnknek van egy ikertestvére, szándékosan nem mondok neveket, mert nem jut eszembe egy se hirtelen. Szóval a főszereplőnknek van egy ikertestvére, ők sülve-főve együtt voltak idáig, de most elkerülnek egyetemre, és széthúznak, és akit mi követünk, neki meg kell birkóznia ezzel az egész helyzettel, hogy őt a kényelmes kis otthonából, megszokott kapcsolataiból kilökték, elkerült egyetemre, és itt
új barátokat kell szereznie, funkcionálnia kell, bele kell szokni ebbe az egész helyzetbe, és nekem ez nagyon azért volt nagyon jó olvasmány, mert egy az egybe átéreztem ezt, mikor én abban az évben, szeptemberben elkerültem egyetemre. Szóval egyetemistáknak ez meg a Loveless kifejezetten egy jó olvasmány szerintem. Kicsit az egyetemi életérzést is így, nem is életérzés, de így bemutatja, hogy milyen az, hogyha egy olyan ember, aki amúgy a saját kis gubójában él, elkerül a nagyvilágba. Következő, szintén Rainbow Rowell könyv, szintén egy nagy kedvencem. Ez a Carry On sorozat első része, azért, mert ez az egyetlen része a sorozatban, amiben még iskolában sok a szereplők, végzősök, a varázslóiskolában, nem varázslóiskola, hanem a Wetford School of Magics. Igen, ebben is varázslók vannak. Egy varázslatos iskolában, és itt az utolsó éves Simon Snow és Bez, akinek a hosszú nevét nem tudom végigmondani, ők a két főszereplőnk, a két nézőpont szereplőnk, és az utolsó évükben vannak, és történnek dolgok az iskolában. És nem tudom ezt, hogy tudnám jobban kifejteni. Amúgy Simon és Bez ellenségek alapvetően, de itt az utolsó évben történnek dolgok, amik miatt ez változik. Ez is egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, és itt van a harmadik rész a polcomon, itt. És ezt most már nagyon várom, hogy elolvashassam. És az utolsó könyvünk a mai listán, Sandra Regnértől az Elfek öröksége, ami a Serkányok gyermeke trilógia első része. Igazából az egész trilógiát ide mondhattam volna, mert ebben is középiskolások a szereplők. Felicity a főszereplőnk, ő pedig, hát nem az iskola legnépszerűbb tanulója. Jön egy új diák az iskolába, aki mondhatni fenekestől felforgatja Felicitynek és a többi diáknak is, ha már itt tartunk, az életét innentől kezdve. Ez egyébként egy német szerzőkönyve, és erről egyébként van is egy barangolás Európában részem, úgyhogy azt is be fogom szépen ide linkelgetni, ide fogom belinkelgetni. Ez a mai utolsó könyvünk ide. És akkor remélem annyira nem voltam ezzel a videóval így elkésve. Ezek voltak így azok a könyvek, amik tényleg rendesen iskolában játszódnak, iskoláról szólnak, úgyhogy hát ha ezzel kicsit jobban meghozom az emberek kedvét az iskolához, így a hosszú online oktatás után, hogy végre visszakerülünk rendesen sulibadba. Akár egyetemen, akár középiskolában, akár máshol. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, és jó iskolakezdést, utólag is.